Zarándoklat, szombathelyi csoport látogatott a múlt héten Túrba. Felkeresték Szent Márton életének főbb állomásait, és a jubileumi rendezvényekről is egyeztettek. Kutatók éjszakája. A természettudományi ismereteket népszerűsítették játékos, szórakoztató formában az egyetemen és a képtárban. Szívvilágnapja. Egészségügyi szűrésekkel várták a szakemberek az érdeklődőket. A betegségek megelőzését előadássorozat is segíti. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Egyházi és önkormányzati vezetők tárgyaltak francia kollégáikkal a múlt heti Túri zarándoklaton. A jubileumi Szent Márton emlékév közös teendőit egyeztették, ugyanakkor a szaváriai püspök életének főbb állomásait és nyughelyét végigjárva lelkileg is feltöltöttek. Közel 50-en egyházi vezetők, politikusok és hívek vettek részt Szombathelyről azon a múlt heti zarándoklaton, amelyet a franciaországi Túrba szerveztek. A városvezetői találkozó történelmi jelentőségű volt. Most először ült egy asztalhoz a két település első embere, hogy az eddigi kapcsolatokról és a jubileumi Szent Márton emlékév közös teendőiről tárgyaljanak. A különböző társaságok, különböző személyek különböző programjait igyekszünk összehozni, igyekszünk olyan élő kapcsolatot kialakítani, amelyel 2016-ban, aztán majd később is méltóképpen tisztelekhetünk Szent Márton emléke előtt. A zarándokokat a túri érsekség elöljárói fogadták, és egy közös szentmisén vettek részt. Bejárták Szent Márton működésének legfontosabb helyszíneit, ellátogattak a szaváriai születésű püspök halálának helyszínére Kánba is. Sokan azt gondolják, hogy Túrban halt meg, Túr városában. Ez nem így van egész pontosan, hanem Túrtól egy olyan 30 kilométerre, egy apátsági templomban halt meg, és a Loire folyón vitték föl a holttestét, két napon keresztül, mégis abban a városban lévő püspök volt, Túr városában. A hívek az úton Szent Márton nyomában járva lelkileg is feltöltöttek. Nagyon felemelő érzés tudni azt, hogy gyakorlatilag mindnyájunk élete a születés és a halál között hasonló Szent Mártonéhoz, talán azzal a különbséggel, hogy ő neki sikerült ezt a születés és halál közötti időt életszentségét formálva, szenté válva megélni. Ez mindnyájunk feladata, hogy törekedjünk a Krisztus követésben eljutni az életszentségre. A túri érsek és kísérete a tervek szerint jövő májusban viszonozza a szombathelyiek zarándoklatát, és látogatást tesz a Vasi megye székhelyen. Pénteken rendezték a kutatók éjszakáját. Az országos eseménysorozathoz Szombathely két helyszínnel is csatlakozott. A képtár, valamint a Szavária Egyetemi Központ megtelt kíváncsiskodókkal, akik a természettudományok különleges világába szerettek volna mélyebben betekintést nyerni. Erre a telefonra letöltöttünk egy gyorsulásmérő alkalmazást, ami arra szolgál, hogy ha ezt például rátesszük egy rúgóra vagy egy ingára, akkor meg tudjuk mérni ennek a telefonnak a gyorsulását. A Nagy Lajos Gimnázium tanulói ezzel a bemutatóval készültek a kutatók éjszakájára, ahol idén 8 szombathelyi középiskola mérette meg magát a Science Fair Mutasd meg a tudomány című vetélkedőn. Magunkat is meglepte az, hogy mennyire szeretik a diákok megmutatni, és úgy volt tervezve, hogy egy órás programot fognak itt csinálni, és már 3 órája itt dolgoznak a diákok, és látszik rajtuk, hogy mennyi örömöt okoz az, hogy a munkájukat megmutathatják. Nem csak a diákoknak, hanem a látogatóknak is nagy öröm volt látni a fizika, a kémia, sőt a biológia legkülönbözőbb szakterületeivel kapcsolatos szimulációkat. Rajci Tamás a fiával, Simonnal érkezett a rendezvényre. Épít, legózik, autópályákat épít, és olyan rendszereket csinál már, hogy csak csodálkozok rajta, és mondom, akkor elhozom, mert biztos, hogy tanul belőle valamit, a maga kis felfogó képességével.
A rendezvény célja kifejezetten az, hogy a kevésbé népszerű természettudományokat közelebb hozza az emberekhez. Éppen ezért képviseltették magukat a város és a régió legnagyobb foglalkoztatói is, melyek szintén érdekeltek abban, hogy minél több legyen a természettudományokra és a mérnöki pályára nyitott fiatal és későbbi munkavállaló. Attól függően, hogy ezt milyen gázzal töltöm meg, különböző szinten, hogy elég a kiragatokat a reklámdelok csövőjét gondolkodik. A programokhoz a szombathelyi képtár is csatlakozott, ahol a fény témakörében, de nem mindennapi megközelítésben tartottak előadásokat a résztvevőknek a kutatók éjszakáján. 2015-öt az UNESCO fény nemzetközi évévé nyilvánított, egy önkéntelenül adódott a téma, hogy a fény és a minden olyan jelenséget bemutassunk, ami a fény köré szerveződik, így a fény és a színek címet viseli a programsorozatunk. A képtárban az egyik legnépszerűbb attrakció a lézerfénytörés és a lézertól volt, amit bárki kipróbálhatott. A Szép Világ Szövetsége 2000-ben döntött úgy, hogy minden évben, szeptember utolsó vasárnapján egységes nemzetközi rendezvénnyel kívánja felhívni a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára és azok elkerülésének legegyszerűbb módszereire. Szombathelyen a kezdetektől lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők a Szívvilág napján egészségügyi szűréseken vegyenek részt. Vércukor és koleszterin szint, valamint vérnyomásmérésen vehettek részt, az adatok birtokában pedig egy szakorvossal is konzultálhattak az érdeklődők a Szavária Filmszínház aulájában. Szeptember utolsó vasárnapján a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára és azok elkerülésének legegyszerűbb módszereire hívták fel a figyelmet a szombathelyi Szív a Szívért Egyesület szervezésében. Vasárnap több mint 150-en vettek részt egészségügyi szűrésen. A vizsgálatok szakszerűségéről a Markusovszky Kórház kardiológiai osztályának munkatársai, a Kiskarutcai orvosi rendelő nővérei, valamint a szombathelyi Szív a Szívért Egyesület tagjai gondoskodtak. Azok sem maradtak le a prevenciós programról, akiknek gondot okozott gyermekük elhelyezése. Gyerekeket várunk a gyerekjátszóba, mert valaki elhozza a szülő, apuka, anyuka, és akkor a gyereket elveszik tőle szakemberek, a felnőttet pedig betolják a többi sorba, hogy méresse meg az értékeit. Eredményes, célszerű volt ezt a dolgot megtenni, most már így merem mondani 8-10 év távlatából, hogy már nem csak a nyugdíjas korosztály, a 40-es, 50-es korosztályból is többen megjelennek a szűréseinken. A Szívünk napján minden évben van egy téma, amellyel a szakmai előadások során kiemelten is foglalkoznak. Ezúttal a nyaki és agyi keringés működése, valamint a stroke kockázata került a középpontba. Az Egyesület minden hónap harmadik csütörtökén a Humán Civilházban tart előadásokat a témában. Megáldották péntek délután Vitéz Veder Mihály, egykori tüzértábornok és cserkészvezető felújított sírját a Szent Márton úti temetőben. Az ő elnöksége alatt szervezték meg a gödöllői dzsemborit, amely a máig a cserkészet legnagyobb élménye. Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit! Széchenyi István szavaival kezdte emlékező beszédét a Vas megyei temetkezési Kft. Igazgatója a Szent Márton úti temetőben. A sírkert Európa legrégebbi temetői közé tartozik, ahova a történészek szerint már a második században temetkeztek. 1962-ben lezárták, majd az enyészet évtizedei következtek a rendszerváltásig. Óvóan betakarta a borostyán, és sok esetben a műalkotásokkal felérő síremlékeket, mintha csak rejteni akarna egy jobb, értelmesebb kor számára az ütnyugvókat. A sírkert közismert szombathelyi családok, művészek, közéleti személyiségek nyughelye. A nagyháborús emlékév 2015-ös programjaihoz kapcsolódva a Szavária Múzeum és a 350-es Szent Márton cserkészcsapat kezdeményezésére a temetkezési vállalat rendbe tette Vitéz Veder Mihály síremlékét. Veder Mihály, mint hivatásos tiszt, ugye kezdetben, mint egyéves önkéntes tartalékos, majd mint altiszt, majd mint tartalékos tiszt, végül hivatásos, ahogyan akkor mondták, tényleges állományú tüzértiszt, ugye legvégül tábornok, abba a kategóriába tartozott, aki sohasem kérkedett azzal, hogy sohasem élt azzal a jogával és lehetőségével, hogy éppen hány csillagja van. Vitéz Veder Mihálynak elévülhetetlen érdeme volt az első világháborút követően a cserkész mozgalom újjászervezésében. Erről közéleti műsorunkban beszélt Hamza István, a harmadik nyugat-magyarországi cserkészkerület leköszönő elnöke. 25-ben
az elsőnek megválasztott elnök helyébe választották meg Vitéz Weder Mihályt, aki közel 10 évig volt a kerületnek az elnöke. Az ő tevékenysége alatt épült föl, vagy épült a Cserkész Székház. Az esemény zárásaként a Szent Márton úti temetőben a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit. Szombaton rendezték meg az Oladi őszköszöntő fesztivált. A hétvégi zord időjárás sem tántorította el a szervezőket és a városrész közösségét a jó hangulatú kikapcsolódástól. A rendezvényre ezúttal is sok család ellátogatott. Így köszöntötték az őszt az Oladi városrész lakói szombaton. A kiszámíthatatlan időjárás miatt a rendezvény szervezői úgy döntöttek, hogy a hagyományosan az Oladi AMK udvarára tervezett program ezúttal behúzódik az intézmény torna termébe, megkímélve a kikapcsolódni vágyókat az időjárás viszontagságaitól. A műsorfolyam így is teljes volt, csak a lecsófőző verseny maradt el, helyette az egyik vendéglátóipari vállalkozás készítette el az ételt, melyet mindenki megkóstolhatott. Amíg a gyerekek az ugrálóvárban és a felfújható csúszdán tomboltak, addig a szülők nyugodtan beszélgethettek, hiszen az itt élők fontos közösségi eseménye a fesztivál. A Tarisznyások Együttes interaktív előadással készült, csak úgy, mint Galambos Ferenc bűvész, aki nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is remek szórakozást biztosított. Ez az ünnep, ha szabad így mondanom, amikor együtt lehetnek, találkozhatnak egymással, hiszen azt tudjuk, hogy mindenki rohan a saját munkája után. Néha egy picit meg kell állni, és ez egy remek alkalom volt az elmúlt években mindig. A szervezők szándéka szerint a megfelelő források birtokában lesz még folytatása a rendezvénynek. Zsinórban 3. bajnoki mérkőzésén játszott döntetlent a szombathelyi Svitelszki Haladás NB1-es labdarúgó csapata. A zöldfehérek ezúttal a Vasassal végeztek 1-1-re a Rohonczi úti stadionban. Kifejezetten feledhető 45 percet produkáltak a csapatok az első félidőben, így érthető, hogy 0-0-val vonulhattak a szünetre. Az 52. percben viszont megszerezte a vezetést a Haladás, Halmosi lövését Nagy csak kiütni tudta, a berobbanó Gál pedig a kapuba sodorta a labdát. Már-már győztesnek látszott a hazai gárda, ám a hajrában Jagodics óriási hibája után Steph Wills összehozott egy büntetőt a vendégeknek, amit Kenesei értékesített, így 1-1-re végződött a mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy a végjátékot sokkal pontosabban kell lejátszani az akciókat, és ez lehet a kulcsa annak, hogy minél előbb megszerezzük a második gólt, és így végleg eldöntjük a mérkőzést, és ne kelljen az utolsó pillanatig izgalmassá tenni a mérkőzést. Az MTK után a Vasas ellen is az utolsó pillanatokban úszott el a győzelem a Haladás számára. Ez pedig azt jelenti, hogy jelenleg akár 4 ponttal is több lehetne már a zöld-fehérek tarsójában. Ilyen a futball, van ilyen mérkőzés. Azt hiszem, hogy a második ilyen hazai mérkőzésünk, aki azt gondolta eddig, hogy a Haladás egy szerencsés csapat, akkor talán most ezt belátja, hogy ez azért nem igaz. A tabella második helyén álló szombathelyi csapat legközelebb október 3-án 18 órakor lép pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig a 7. DVTK otthonában. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!